A Bene Gyula utcán folyó állami beruházás ellen hetek óta tart a küzdelem Püspökladányban. Az építkezés a Jobb, mint otthon, támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében címet viselő EFOP pályázat keretein belül a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság, röviden SZGF által valósul meg. Az ügy kapcsán a lakosság szervezésében szeptember 13-án megtartották a második lakossági fórumot is. A Művelődési Központ színház termében Dombi Imréné polgármester többek között azt is elmondta, Benedek István Zsolttól, az SZGF főigazgatójától írásos megkeresést kapott, melyben a beruházás kapcsán megbeszélésre invitálja Budapestre. A tárgyalásra pár nappal a fórumot követően 2018. szeptember 17-én került sor, melyen a polgármester mellett Kiss Zsigmond és Kovács Krisztina önkormányzati képviselők is részt vettek. Dombi Imréné elmondta, a tárgyaláson feltárták azokat az aggályokat főigazgató úr felé, mely a lakosságot és természetesen az önkormányzatot is nagyban érinti. Ezen a megbeszélésen elmondtuk a Püspökladányi delegáció képviseletében azokat az aggályainkat, amelyek a lakosságot is, és természetesen az önkormányzatot is bántja, érinti, és egy kicsit aggodalmaskodunk a beruházás miatt. Ez sok összetevős, ezt főigazgató úrnak is elmondtuk, mert van a kivitelezési része, és van a pályázati része ennek a projektnek, és mind a két dologra külön-külön kitértünk. A delegáció a püspökladányi lakosság álláspontját képviselte, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy Püspökladányban sem pszichiátriai, sem szenvedélybetegek otthona ne létesüljön meg. Ezt képviseltük végig a megbeszélés folyamán, amelyre főigazgató úr minden egyes tételre válaszolt. Az, hogy szenvedélybetegek ellátására irányuló építkezés lenne folyamatban, határozottan mondta, hogy nem, ilyen nem valósul meg Püspökladányban. Ha kell, ezt írásba is adja, hiszen az internetről le tudtunk tölteni egy olyan dokumentációt, amelyben részletesen szerepel a szakmai megvalósulás az első lépéstől az utolsóig. Ebben szerepel egy ilyen tétel, és ezt megkérdeztük főigazgató úrtól, lenyilatkozza. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ezen kívül még olyan lépést is kell tennie, hogy a magyar állam tulajdonában lévő területet, amely a mostani építkezés mögött van, mindenképpen testületi határozattal kérnünk kell az önkormányzat tulajdonába vagy hasznosításába, természetesen a jogszabályi kereteken belül, tehát megvan az szabva, hogy mire lehet kérni egy ilyen állami ingatlant. Kiss Zsigmond elmondta, annak ellenére, hogy a püspökladányi delegáció tolmácsolta a lakossági petícióban megfogalmazott kérést, Benedek István Zsolt főigazgató a megbeszélés végén kijelentette, hogy a pályázatnak megfelelően folytatódik a megvalósítás. Azért mentünk fel, hogy a lakosságot képviseljük, és valamint elmondjuk, legalábbis én, mint képviselő, az én álláspontomat is ebben az ügyben. De sajnos, amikor bejutottunk főigazgató úrhoz, azért elég hosszasan taglalta azt, hogy ők milyen irányban szeretnék tovább folytatni ezt a beruházást. És mi volt ez az irány? Tehát végül is egy dolog teljesen tiszta volt nekünk, nyilván majd a jegyzőkönyv is ezt majd alá fogja támasztani, hogy főigazgató úr elmondta, hogy igenis meg fog valósulni ez a beruházás, és abban a formában, ahogy tulajdonképpen a pályázatban a műszaki tartalmat, ahogy meghatározták, minden a műszaki tartalomnak megfelelően fog megvalósulni. Egy álláspontom volt, hogy felejtsük el a múltat, és előre tekintsünk, a jövő felé tekintsünk. Én úgy gondolom, hogy nem kell elfelejteni a múltat, igenis meg kell nézni, hogy hogyan, miképpen történt ez a dolog, és milyen szabálytalanságok történtek. Kovács Krisztina önkormányzati képviselő szintén jelen volt a megbeszélésen. Televíziónknak elmondta, az SZGF a beruházás kezdetétől fogva több esetben szakmaiatlanul, valamint hanyagul járt el, és véleménye szerint ezért az illetékeseknek vállalniuk kell a felelősséget. Az érzékenyítés, a lakossághoz való közelítés, az csapnivaló, tehát arról nem lehet minősítetten nyilatkozni, de nyilván, hogy ez a mostani beszélgetés is egyértelművé tett, hogy ezt a beruházást nem fogja az SZDF megállítani, leállítani. Biztos, hogy kommunikációs problémák erőteljesen vannak. De az egész lebonyolítás, az egész elhibázott.
És ezt a fönti a budapesti megbeszélésen is egyértelműen el is ismerte a főigazgató. Oda kellene állni annak, akinek ez feladata is a lakosok elé elmondani, hogy ők hibáztak. Azt, hogy most nekünk kijelenti odafönt, és nekünk kell elmondani a lakosságnak, nem feljáték. Tehát mindenki úgy gondolom, hogy ismerje el a sarát, és álljon oda, és becsülettel mondja el, hogy gyerekek, ez a beruházás már eddig eljutott, tudjuk. Meg volt a közbeszerzés, meg volt a kivitelező kiválasztása, meg volt a szerződéskötés, és nyilván nekünk már csak az maradt, hogyha valami szabálytalanság történik, azt mi büntetésképpen kiszabjuk a vállalkozóra. A folyamatban lévő beruházás kapcsán Dombi Imréni minden mellett aggodalmát fejezte ki az ellátottakkal szemben is, hiszen, mint mondta, a betegeknek egy befogadó, támogató környezetbe kell érkezniük, de Püspökladányban jelenleg ez nem tapasztalható. Szociális pályázatról van szó, amely mindenkit érint. Az itt lakókat, ahová be fognak költözni ezek az emberek, és azokat is, akik ide költöznek. A szakmai anyagban egyértelműen látszik, hogy mind a két területre nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy fektessen a pályázat megvalósítója. Akik ide fognak érkezni, azokat is fel kell készíteni arra, hogy meg fog változni az életkörülményük, meg fog változni a lakókörnyezetük, és egy teljesen más helyen fogják élni az életüket. Ugyanilyen fontos a pályázatnál, a szakmai dokumentációban, hogy a befogadó környezet, tehát az itt élő lakosság, ahová beköltözik, szűkebb és tágabb értelemben is, befogadó legyen, elfogadó legyen, és tudja azt az itteni lakóközösség, hogy kik azok, akik idejönnek, vagy milyen nehézségekkel, problémákkal kell, hogy szembenézzenek. Én azt tapasztalom, a kérdésére válaszolva, hogy az a fajta befogadó közösség, amely ide kellene egy ilyen szociális létesítménynek a megvalósulásához, ezt én jelen pillanatban nem látom. A budapesti tárgyaláson szó volt arról is, hogy a Bene Gyula utcai építkezés minőségi romlást eredményezett a beruházás helyszínéhez vezető Nagykárolyi utcán, melyet az önkormányzat a közelmúltban újított fel. Főigazgató úr kinyilatkozta, hogy ezeket a problémákat, amelyeket az utakban károsodásként okoznak ezek a gépek, ezek legyenek meg az önkormányzatnál, és a beruházás végén, egyébként ez a szerződésben benne is van, hogy vissza kell állítani az eredeti állapotot, és ezt meg fogják tenni. Dombi Imréné polgármester hozzátette, bár az SZGF-fel való tárgyalás végső soron nem hozta meg a kívánt eredményt, az érvek és a lakosság akarata ellenére a beruházás folytatódik, ezért az önkormányzat további lépéseket tesz az ügyben, és az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordul. Én azt gondolom, hogy ez az egyeztetés, ez egy lépés volt, amikor tényleg nyílt lapokkal meg tudtuk beszélni, hogy hogyan is folytatódik ez a beruházás. Én azt gondolom, hogy itt lépéseket kell tenni az önkormányzatnak. Én a mai napon egy levelet fogok írni a minisztériumba, ahol is tájékoztatást fogok arról kérni, hogy a minisztériumnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatosan, illetve a pályázat hogyan valósult és hogyan valósul meg. Tehát megvannak-e azok a kritériumok, amelyeknek meg kell, hogy feleljen ez a pályázat, úgyhogy ezt a mai napon eljutatom a minisztériumba.